Akkor szeretettel köszöntöm vendégeimet, Dancsúj Krisztát és Kis Mártont, mindketten tájépítészek. Szerbusztok! Hello, szia! Picikét arról fogunk beszélgetni, hogy hát a tájépítészet az ugye azt gondoljuk, hogy a tájjal foglalkozik, meg a tájrehabilitációval, meg tényleg ilyen nagyobb léptékben, nagyobb ívekben foglalkozik parkokkal, kertekkel, terekkel, és ti mégis ennek egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes, és szerintem sokak számára még ismeretlen részével kezdtetek el foglalkozni, ez pedig a függőleges falak vagy a zöld falak. Hát eszik-e vagy isszák azokat a zöld falakat itt Magyarországon? Hát alapvetően egyiket sem, de azért vagy szépen... Eszik. Vagy eszik. De alapvetően azért nagyon sok munkánk van nekünk is abban, hogy a zöld fal fogalom az egyáltalán valamennyire is az embereknek tehát valamennyire is a köztudatba bekerüljön. Eleinte, amikor mi elkezdtünk zöld falakkal foglalkozni, akkor a zöld falról mindenkinek a zöldre festett fal jutott eszébe. Ezt komolyan mondod? Tehát kiírtátok, hogy zöld falak foglalkoztak, és akkor rendesen voltak ilyen megkeresések? Nem tudták, hogy mi ez. De gyakorlatilag az volt, hogy a szakmában, akár tájépítész, kertész, akár építészkörökben ezt a fogalmat nem ismerték. Igen, de ugyanez volt egyébként mondjuk 20 évvel ezelőtt a zöld tetőkkel, akkor mindenki a zöldre festett tetőkre vagy gondolt. 2015 a közösségi kertekkel, nem? Hát senki nem ismerte ezt a fogalmat, nem? Igen. Nem. Még mielőtt ebbe jobban belemegyünk, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan éltétek meg azt, hogy egyáltalán ezek a fogalmak bejöjjenek a köztudatba. A ti személyes életetek az hogy kezdődött ebben? Tehát elvégeztétek a tájépítészeti kart? Mi közösen egy évfolyamon tanultunk. És ez mikor volt? 2009-ben. 2009-ben diplomáztunk, és 2007 óta foglalkozunk így munkaszerűen a zöld falak gondolatával, de az első... Nagyjából akkor jöttek be egyébként ezek, vagy korábban is voltak? 2009-10 fordulján, vagy 2009-ben építettük az első zöld falunkat. Ami egyébként Magyarország első zöld fala is volt egyben. Ez egy benzinkút, ha jól tudom? Ez egy beltéri. Nem. Ez egy divatszalonban volt ez a zöld fal, és... hogy is volt. Ja igen, és gyakorlatilag a Marci fölhívott, hogy ő bekerült egy csoportba, egy belsőépítészeti csoportba, és hogy a megrendelő szeretne zöld falat. És akkor ő azt mondta, hogy tud ilyet építeni, úgyhogy akkor ezt fogjuk megépíteni. És már Marci ezt mondta, hogy te tudsz ilyet építeni? Igen. Hát nem, kérdezték tőlem, hogy tudok-e zöld falat építeni, mikor megtudta rólam a tervezőhölgy, hogy tájépítész vagyok, és... Mit lehet erre mondani? Mit lehet erre mondani? Azt, hogy tudok. Hogyne. Akkor fölhívtam a Krisztát, hogy na, lesz egy ilyen projektünk, ő is nagyon izgul, de szóval hál' Istennek volt rá idő. És a megrendelő ezt honnan vette? Valószínűleg nyugaton látta? Hát ő nagyon sok felé járt a világban, nagyon tájékozott, egy nagyon haladó szellemű hölgy, egyébként Német Anikónak hívják, és... hát végül is ő indította el minket ezen a pályán, mert hogy ő volt az első, tehát az igény szülte magát a terméket, és ugye mi tájépítészként végeztünk, tehát volt némi fogalmunk a növényekről és a technológiákról, de az egyetemen egyáltalán nem tanultunk ezekről. Tehát tudtuk, hogy léteznek, de semmilyen szinten nem foglalkoztunk ezzel, illetve a beltéri növényekkel sem, mert ugye tájépítészek azok nem kertészek, tehát inkább a kültéri... Na, mert csak egy pillanatra, mert volt itt nálam már sok tájépítész, és mindegyiktől megkérdezem, hogy te most akkor ki vagy. Volt, aki azt mondta, talán az volt a legtalálóbb, hogy a kertésznek építész, az építésznek kertész. De te tájépítészként minek tartod magadat? Jó, tájépítésznek, oké, de hogy... Szakembernek. Oké, de hogyha, tehát hogy például én kertészként, én azt gondolom, én csak a növényekkel foglalkozok, döntően. Ja, ilyen szempontból... Mi szerintem ilyen tervező, álmodó. Én nem... Vagy inkább azt is mondhatjuk, hogy inkább mérnök emberek vagyunk. Tehát alapvetően olyan mérnökök, akiknek van egy biológiai tudása, illetve tudásrendszere, és ebből is tud táplálkozni. Tehát természetesen nálunk ugye kimaradt valamelyest a statika, ami az építészeknél azért egy fő irányzat, vagyis hogy hát ez az alapja ahhoz, hogy alapja ahhoz, hogy el tudjanak kezdeni tervezni. Mi pedig növényeket ismerünk, hogy ebből tudjunk utána építkezni, és ihletet meríteni, stb. És ismertek annyira a növényeket szerintetek, mint egy kertész? Tehát mondjuk egy kertész növény ismert, és egy tájépítész növény ismert szerintetek eltér valamennyiben? Bizonyos szempontból igen. Amiben mindenképpen eltér az az, hogy a kertészek
sokkal több eltéri növényről szereznek tudomást, de tanulnak róluk. Mi sokkal kevesebbről, illetve a tájépítészek nem foglalkoznak annyira növénybetegségekkel és azoknak a gyógyításával és a szaporítással. Mi azzal foglalkozunk, hogy ez hogy fog kinézni x tehát év múlva. Inkább ti a formát nézitek, ugye? Tehát a formában, a habitusban ebbe szerelmesedtek bele, és nem abba, hogy most ezt hát hogy ez hívják. Igen, ez a különbség, hogy a kertészek, tehát igazából a dendrológián tanul ugye a kertész is, meg a tájépítész is. A dendrológia tanszék az, aki megmondja, hogy mi az a növénymennyiség. Az a növény alap. Igen, 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 hogy mi az, amit tudni kell. És ugyanezt tanulja meg a kertész is, és ugyanezt a tájépítész is, csak míg a tájépítészt utána viszik tovább, és azt mondják neki, hogy na akkor ezekből a növényekből, mit tudom én, tervez egy kertet, egy parkot, hogyan tudod, milyen habitusokkal tudsz dolgozni, milyen nagyságokkal, stb. Tervez stb. Meg a terepet, a tereprendezést, ezzel a ti kertész gimnáziumból mentetek a tájépítészetre? Gimnáziumból? Hát, tehát nem kertészeti vagy mezőgazdaság iskolából mentek? Mi egyenesen tájépítészkarra felvételiztünk, és ott is végeztünk. Nem csak azért érdekes, hogy azt mondod egyenesen, mert például mondjuk én, meg nagyon sokan, akik mondjuk mezőgazdasági, környezetvédelmi, vadgazdálkodási, valamilyen vidéki, akármilyen földműveléssel, agrárral kapcsolatos szakközéből kerültünk, mi meg azt mondjuk, hogy hát ez az egyenes út, és ez nagyon izgalmas, hogy ki mit tart egyenes útnak, és ezt ugye sokszor a kertészek ugye azért szokták mondani, mert hát itt ugye az emberben van egy gyakorlati tudás, és igazából majd arra lennék kíváncsi, hogy amiket 2009-10-11 körül építettetek, azok ma már ugye 5-6-7-8 éves művek, hogy azok hogy működnek-e, tehát magyarul a fenntartási tapasztalatok, azokat hogyan tudjátok aztán a tervezésbe is hát tulajdonképpen visszaépíteni, hiszen ugye nagyon sok tervez, mert tervezni egy házat, az nagyon egyszerű dolog szoktuk mondani, mert azt megtervezed, felépíted és utána az úgy van, de ugye a kertnek történetesen működnie kell, és ha jól értem, akkor ez a zöld fal, az én elképzelésem szerint, az valami elképesztően intenzív kultúra, de javítsatok ki, ha majdnem igen, így van. Igen. Lehet, hogy először a fogalmat kéne tisztázni, tehát a zöld fal, ez egy vertikális kert, úgy kell elképzelni, mint egy virág vagy növény szőnyeget, csak éppen nem a földön, hanem a falra függőlegesen. Igen, függőlegesen fölépítve. Automata öntözőrendszer, tápanyag, utánpótló tartozik hozzá, tehát ez biztosítja a növények számára azt, hogy életben tudnak maradni. Kültéren és beltéren is egyaránt alkalmazható, illetve kiépíthető. Ez azért is mondtam, hogy lehessen látni, hogy emögött azért van egy elég komoly technológiai tudás. Mi nagyon sokat fejlesztettünk, illetve tanultunk arról, hogy ezeket a zöld falakat igazából a saját munkáinkon keresztül hogy kell megépíteni. Az első zöld falunk, amit megépítettünk, az volt számunkra is az első zöld fal, amit élőben láttunk, tehát mi ezt nagyon bevállaltuk. Egyébként az hihetetlen élmény volt, amikor leszálltunk a két-három napi, négy-napi, öt-napi ültetés után az állványról leszálltunk, ez egy 6 méter magas, 5 méter széles fal volt, és mikor készen volt, és álltunk ott, hogy... Mint a festmény előtt. Igen, hát most építettük az meg azt a zöld falat, amit zöld falat egyébként mi is eddig csak képeken láttunk, és most látjuk először élőben, hogy ez hogy néz ki. De egyébként nagyon jó volt a kérdés, amit feltettél ezzel kapcsolatban, hogy hogy igen, be kell építeni a fenntartási tapasztalatokat a későbbi tervezésbe, mert tehát ez igazán az útja. Csak két példát, hát hány ember épít kerti tavat? És legyünk őszintén, Magyarországon 10 kerti tavból 8 vagy 9, hát utána nem váltja be hozzáfűzött reményeket. Építenek fűszerkerteket, de nem integrálják a konyha felhasználásba, és ott maradnak az óriási növények, és akkor megközelíthetetlen lesz, tehát ilyen dzsumbúj alakul ki. Tehát azt gondolom, jogosan félhet, most ezt hallja valaki, akkor hát igen, de aztán mi van, ha fejemre nő, mi van, ha nem tudok vele mit csinálni, hány embernek éget ki a sziklakertje, mert nem jó növényeket válogatott hozzá. Tehát, hogy igazából mi az a szaktudás, amiben megbízhat valaki, már csak azért is, és majd erre is térjünk ki, hogy akkor biztos nem csak ti vagytok a piacon, és tudjuk, hogy a hazai kertészet és tájépítészeti piac az tulajdonképpen nincsen lebiztosítva. Tehát ma bárki, aki nem is tudom, tegnap biztonsági őr volt, most mondtam valamit, és ő most csinál egy honlapot, ő már pedig zöld falakat épít, és csinál egy szimpatikus honlapot, akkor lesz olyan, aki zöld falakat fog építeni, és nem végezte hozzá a tájépítészetet, meg nem ment végig azon az úton, mint igen, egyébként a pályánk elején
őszintén szóval nagyon is féltünk ettől. Tehát nagyon sokat... 4 hónapunk volt arra, hogy ezt kikísérletezzük, és akkor mindenféle közegekkel, szerkezetekkel, növényekkel kísérleteztünk, olvastuk a szakirodalmat, amit a netten el. De azért van nyugaton élni. Szakirodalma ennek, nem? Hát 2009-ben azért ez nem volt annyira... Még nyugaton sem? Tehát ez akkor... Voltak metszeteim, tehát még az egyetemen én hozzájutottam egy zöld fal metszethez, amit utána sikeresen el is hagytam, csak emlékszem rá. Egyébként nagyon, tehát hogy persze a YouTube-on volt már egy-két videó, amit meg lehetett nézni, hogy ahogy éppen felépül egy inkább fal. Fotókból. De inkább fotókból, meg azt mutatja, hogy éppen beülteti a növényt, de hogy mi a szerkezet, hogy van az öntöző kialakítva, hogyan öntözöm, mennyi ideig öntözöm, hogyan rakom be a csöveket, milyen közeget alkalmazok, az a közeg az minden esetben jó-e vagy sem, hogyan legyen az, hogy a víz semmiképpen se jöjjön ki, de mégis bennmaradjon, hogy ne legyen túlöntözve, tehát rengeteg olyan kérdés volt ezzel kapcsolatban, amit szépen lassan nekünk is idő kellett ahhoz, hogy ezt tökéletesíteni tudjuk a saját rendszerünket is, tehát hogy a mostani rendszerünk, amit használunk zöld fal, és azt mondom a mostanira, hogy ez egy kiforrott, szinte tökéletes rendszer, ez körülbelül az első zöld falunk, amit építettünk, az köze sincs hozzá, 5%-ban hasonlít. Az első zöldfalunkat azt soros rekeszekből építettük, mert egy könnyített szerkezetre volt szükségünk, és úgy átalakítottuk a soros rekeszeket, hogy ez működni tudjon. Ez a zöldfalunk, ez 5 évig csodálatosan működött, aztán sajnos az üzlet elköltözött, és nem tudtuk elvinni onnan a zöldfalat, tehát le kellett bontani, de tökéletesen működött, láttuk, hogy mik a hibái egy földes rendszernek, és elkezdtünk pont emiatt, ott még földdel dolgoztunk, vagy hát egy ilyen speciális keverékkel, amit mi kísérleteztettünk. Hát az volt a lényege, hogy gyorsan, tehát hogy jó víztartó legyen, de gyorsan átengedje a vizet, tehát ne legyen sok fölös víz, mert ugye attól féltünk, hogy végig öntözzük a rendszert, akkor alul nagyon sok víz lesz, felül meg kevés, és akkor ez hogy lehet minél jobban megcsinálni azt, hogy ez ne történjen meg. Először ezt a gyorsan átfolyós, tehát hogy gyorsan menjen el a víz, és amit fel tud venni, azt vegye föl. Szívja föl. Ha lehet kérni, akkor haladjunk már ilyen sorba, jó? Tehát, hogy egyáltalán, most én megnéztem, hogy a Google kereső szavakat, meg kulcs kifejezéseket, mi az, amit fölad a kereső, és például ez a hogyan épül a zöld fal, mit tudom én, zöld fal építése, lépésről lépésre, tehát akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan most már azért elkezdtek saját maguk is, lehet, hogy csak érdeklődésből, de rákeresni. Tehát induljunk el magától a faltól, és most akkor először nézzük szerintem a beltéri zöld falakat. Most először is a beltéren, ha nem fürdőszobáról van szó, akkor alapvetően egy száraz lakásban élünk, vagy egy száraz irodában. Oda beviszünk földet, vizet, páratartalmot, ugye? Tehát, hogy igen. Nem, tehát, hogy ez, hogy igazából ez a kettő, ez hogy fér meg majd egymás, mert tehát nem rohad le mögötte a fal, teljesen praktikusan kérdezve? Nem, tehát, hogy igen. Honnan indulunk? Tehát van a fal, tapéta, vagy le van festve, utána mit történik? Hogy kezdjük a zöld fal? De a mi rendszerünkről fogunk beszélni, de egyébként ez 90%-ban a többi is így működik. A lényeg az, hogy először is kell egy vízkiállás, egy csatorna kiállás, meg egy áramforrás. Na most álljunk meg egy pillanatra, kell hozzá csatorna kiállás? Kell. A mi rendszereinkhez kell. Ennek ami az... elvezető felesleges vizet? Igen. Pontosan. Ez minimális ez a plusz víz, tehát hogy az azért mondjuk van, mindegy hogy... csöpögő bojler, nélkül amiből csöpög alula, tehát nagyjából? Hát ennél ez egy picit több aha. De a zöld falból is nem folyik, hanem csöpög a víz. A többit azt a növények fölveszik. Tehát, hogy ezt úgy tudom elmondani, hogy... Bocsánat, ez valami csatornán kell, ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy ott mindenfelé. Nem, összegyűjtjük egy vályúba alul, és azt elvezetjük utána a csatornába. Van több lehetőség, tehát, hogy vannak visszaforgatós rendszerek is, mi azt nem kedveljük annyira, több meghibásodási lehetőség van, újra kell tölteni, ki kell belőle szedni az elposadt vizet, tehát, hogy ott aztán tényleg lehetséges az, hogy mondjuk szaga legyen egy víznek, túl magas legyen a páratartalom, eltömődjön a szűrő, a mágneszelepek, szóval, hogy ott sokkal több olyan meghibásodási lehetőség van. Azon kívül, ha véletlenül fennakad a mágneszelep, és túlfolyás keletkezik, tehát ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy elpattan egy cső, stb. Bármelyik csapnál, mosógépnél. Itt a mágneszelepen ez semmivel nem több vagy másabb, mint ami kín van a kertekben, meg a parkokban. Tehát ugyanaz a rendszer. Igen, hát beltéri öntözőrendszerek jelenleg nincsenek.
és ezért... Csak azért viszonylag ritka mondjuk, hogy egy kertbe elpattan, de mondjuk ha elpattan, és ez hát még egy lakásban van, akkor nagy baj most, van. Most, ha itt egy irodaházra gondolsz, ahol ha leállítják a vizet, akkor azért a nyomáskülönbség az igen nagy tud lenni. Vagy ha péntek akkor este történik, és hétfőre veszik észre. Hogy azért ez egy izgalmas helyzet, azért kell a csatorna, hogy ilyenkor ne legyen beázás. Tehát a csatorna az egy biztonsági megoldás, és mi a fenntartható rendszerek hívei vagyunk, tehát nem szeretünk olyat csinálni, ami után aggódni kell, és ezért mi ragaszkodunk a csatornához. Vannak vízvisszaforgatós rendszerek, ahogy a Marci is mondta, de mi ilyet nem csinálunk. A szerkezet, mert azt mondtad, hogy volt, ami sörös rekeszből épült, tehát alapvetően ez mire épül rá? Tehát mi a tartószerkezet, és mennyi súlyt kellene megtartania? Hát alapvetően az úgy néz ki, hogy az első rendszerünk, ugye, amit a sörös rekeszekből építettünk, ott ezek volt... Ezek műanyag sörös rekeszek voltak? Igen, ez műanyag sörös rekesz volt, aminek kivágtuk a belsejét, tehát kikönnyítettünk, csináltunk különböző... És hogy mivel kötötted össze, húzalokkal? Nem, az kivágtuk a belsejét, és utána pedig egy ilyen, hát ilyen zsákszerű anyagba beleraktuk a közeget, és úgy raktuk bele. De a sörös rekeszeket mivel rögzítetted egymással? Azt utána gyors kötegelővel. Oh. De úgy, hogy nem, volt egy rendszer kezelés. Tehát ez úgy néz ki, hogy volt egy fém felépítmény, ami mögött volt egy vasháló, és a vashálóhoz kötöttük oda egyenként a sörös rekeszeket. Ja, tehát nem egymást tartották. Nem, tehát hogy azt azért tényleg, ha oda jött volna egy óriás, és elkezdte volna rázni, se tudta. Akkor se tudta volna. Mi bontottuk le, komoly. Én tudom, hogy azt nem lett volna egyszerű szétverni. Egy tehát, olyan vasháló, mint amilyet mondjuk, nem tudom, az alapozásnál beletesznek a betonba? Tehát pontosan. Az a vasháló? Igen, egy ilyen betonvasháló volt benne. Azt rögzítitek a falra. De, hogy van egy nem, bocsánat, ez az első rendszerünk volt, ami teljesen más, mint a mostani. Igen. Tehát akkor egy 30 centis közeg vastagságról beszélünk, 50. földes 50. 50 bocsánat, tehát egy földes közegről beszélünk. A mostanit annyira gyakorlatilag lekicsinyítettük, hogy a mi közegünk, amiben a növények megélnek, az hát 1-1,5 centi, és egyáltalán nincs benne föld, tehát csak speciális textilek vannak benne. Ennek ugye teljesen más a súlya, mint egy olyan rendszernek, amiben van föld, mert a föld vizesedésével is számolni kell ilyenkor a súlynál. Tehát a miénkben jelenleg nincsen föld, sokkal könnyítettebb a szerkezet, egy zárt szervény szerkezetünk van, amire mi ezeket a rétegeket, a vízzárót, illetve a textileket fölvisszük, és utána jöhet az... És utána tudunk beleültetni, és ennek a négyzetméter súlya az 25 kiló növényes tölvizestől. Még vissza a falhoz, akkor azért mondjuk egy sima válaszfal, vagy egy gipszkartonfal alkalmatlan erre, ugye? Tehát egy rendes nem, főfal? Alkalmas. Alkalmas? Alkalmas azért, mert úgy szokott kialakítva lenni a rendszerünk, hogy alapvetően ez egy öntartó szerkezet. Erre az öntartó szerkezet, aminek van egy lábazata, ez magában áll, a falhoz csak ki kell kötni két ponton, hogy az előre-hátra mozgásban akadályozzuk meg. Ezt egy gipszkarton falnál is két ponton ki lehet rögzíteni, és teljesen stabilan áll a földön. Tehát alapvetően bárhova lehet ezért építeni, az mindegy, hogy milyen fal van mögötte. De ezt is rendszere válogatja, mert például ezt nem csinálják mások rajtunk kívül. Tehát, illetve de nagyon sokszor falra szerelnek, tehát hogy ahány cég, annyiféle kialakítás létezik, és igazából nincs olyan, hogy ez jobb vagy nem jobb a másiknál, főleg a szerkezeti rész, ez ami gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy most lábon áll, vagy falra van szerelve, vagy be van lógatva, mert olyan is van, ami textilekkel be van lógatva fölülről, húzalokról, tehát bármit... Az eddigi munkaitok alapján mennyi egy átlag négyzetméter, amit megrendelnek, vagy amit általában kérnek az emberek, vagy általában ugye ezek főleg irodaházak, nem? Vagy igen, nagyobb... hát ez a legtöbb falunk az 10 négyzetméter körül van. De természetesen vannak nagyobbak. 40 körül, több, 2-35-40 négyzetméter, ez zöld falunk is van, 3, és... vannak kisebbek, de kisebbből van kevesebb. Tehát az átlag az 10 körül van, 8-10. 10 és 15 között ez a jellemző. Akkor tehát a faltól elindultunk, van egy vashálló szerkezet, utána... Nem, ez a régi. Ez a régi, tehát, és ez igen? Elmondom az egészet akkor egybe, és igen, akkor de lehet úgy látni. Úgy mondd el, hogy
hogy tudod, hogy mondd. Igen, tehát ugye... Várj, pillanat, vannak szakmai titkok ezek szerint? Hát az az igazság, hogy ugye mi egy saját rendszert hoztunk létre, tehát ez nem egy olyan, hogy... De most én rendelet töltek egyet, és utána otthon belekukucskálok az aljába. Igen, akkor aláírsz egy papírt. Ezt komolyan mondod? Hát szerződésre dolgozunk most egyébként, hogy ez nekem nagyon tetszik egyébként, igen. Meg izgat ez a kérdés, hogy ezt mégis hogy csináljátok, csak hogy most nem tudom, most valakitől megrendelek valami speciális, nem tudom, belső kialakítást a lakásomba, utána én azt csinálok, amit akarok, meg belenézhetek, de nem utánozhatom le, vagy nem adhatom ki, vagy nem publikálhatom? Természetesen megtörténhet, hogy leutánozod, elméletileg nem. Vagyunk általában megrendőleinkkel olyan viszonyban, hogy ez nem feltétlenül merül föl. Mert amit ti kidolgoztatok technológiát, azt úgy érzitek, azon hogy annyira jó, meg az a sajátotok. Igen, azon igen. Kívül, meg aki ezt tényleg szeretné leutánozni, azt a sok év tapasztalatot is meg kéne szerezze, mert az egy dolog, hogy látod az anyagokat, az egy dolog, hogy egy centivel vagy fél milliméterrel többet vagy kevesebbet csinálsz ebből vagy abból, de attól még nem fogod tudni azt, hogy működik, és mik azok a cselek, amitől ez tényleg működni tud. Egy zöld falnak a kialakítása azért az elég nagy kockázat, főleg akkor, hogy az emberek nem értenek hozzá. Tehát azért itt egy négyzetméterre akár 70-80 darab növény is be tud kerülni, aminek azért a költség az igen magas. Tehát itt a bekerülési ára egy ilyen zöld falnak, mind a szerkezetnek, mind a technológiának, mind a növényeknek, az egy elég magas dolog. Mondjuk egy 10 négyzetméternél egy nagyságrendet, ha nézünk, egy beltérinél? Hát a piacon jelenleg... az árak, most nem a miénket fogom mondani, hanem az ilyen átlag árakat, azok ilyen 150 és 200 000 forint között vannak per négyzetméter. Hát annyiban már házat lehet építeni azt a mindenit. És általában ezek 10 négyzetméter fölötti falak, amikről beszélünk, mert menni a kisebb egy másfél 2 millió forintba kerül, ez bruttó? Plusz áfa, tehát igen. Másfél 2 millió forint plusz áfa egy 10 négyzetméteres beltéri zöld fal. Igen. Ez egy luxus termék. Igen. Igen. Vannak egyébként alternatív megoldások, amik nem kerülnek ennyibe, de hogyha ha valaki, aki én támogatom a kertészeket, meg a tájépítészeket, fizessék meg, meg ezt a technológiát, tehát ez nekem tehát tetszik. 10-15 növényt szeretnél egyszerre vásárolni, akkor annak is megvan az ára. Persze. Igen, tehát az egy 10 négyzetméteres falba tényleg bekerül mondjuk 800-1000 darab növény, az szép nagy. Ti ezért garanciát is vállaltak, hogy ez működik? Igen. Természetesen igen. Mert azért ilyen összegeknél... Van egy időszak, amíg a begyökeresedés tart, az teljesen garanciális, addig állítjuk be az öntözőrendszert, minden öntözőrendszer, minden helyszínhez külön van beállítva, illetve utána fenntartási szerződés mellett két hetente, havonta járunk ki a zöld falainkhoz, és monitorozzuk őket, illetve... És mindenre folyamatos garanciánk van. És cseréljük a növényeket. Van fenntartási szerződés, akkor bármi történik, mindenért mi vagyunk a felelősség. Ha nem jól hozzá természetesen, tehát ha nincs idegenkezűség a dolog, mert valaki úgy érzi, hogy ő most tegyük azért érte ehhez. Most ezt cégvezetők is mondjuk hallgatják, és mondjuk valaki elhatározza az irodaházában rendel egy ilyet, akkor csak nagyságrendileg egy ilyen fenntartási szerződés, mert ugye általában mondjuk a egyéb ilyen más épület fenntartási költségekhez, ugye akkor ez nyilvánvalóan hozzájön. Igen. Csak egy nagyságrendet mondjatok egyszer. Hát ilyen 1000 és 2000 forint között van a per négyzetméter ára, per hó. Havonta. Per hó. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Tehát akkor az is mondjuk ilyen, tehát mondjuk egy 20 000 forint plusz áfából havonta le van róla a gond, hogy nem igen. Neki kell vele foglalkozni. És igen. Akkor nincs az, hogy... Az egyébként mondjuk teljesen arányban rendben van. Nincs az, hogy akkor úristen, most itt izé történt valami, akkor én most rád mutogatok, ő meg rámutogat, hanem akkor tök egyértelmű, hogy ezt nekünk kell. Meg egyébként nektek is jó, nem? Hát biztos... nekünk is jó, mert ha nem nyúl hozzá senki, akkor van. Mert valahogy hozzá nyúlnak? Előfordult már. Hát valahol elkerülhetetlen. Persze. Tehát mit tudom én, van mondjuk étteremben egy zöld falunk, aminek elég kicsi a lábazata, oda mennek a kisgyerekek, kicsit meghúzkodják, kiszednek egy-két növényt. Ez elkerülhetetlen, nem is szerintem probléma. Ezzel kevesebb kárt lehet okozni, mint hogy a takarítónén elkezdi öntözni mondjuk jó alaposan, mert vagy, úgy gondolja. Vagy úgy gondolják, igen. Hogy a lámpát nem kell lekapcsolni soha a zöld fal megvilágítva. Vagy egyáltalán nem gyújtják föl. És akkor ezeket mi figyeljük és szólunk, hogy akkor igen. Minimum napi 6-8 órát lehetőleg. Hogy nem szólnak, hogy 2-3 napig vízkimaradás van.
Uh-huh. És ugye ennek, ugye a mi rendszerünk, akkor most elmondom az elejéről, hogy vissza tudjunk erre térni, de a lényeg az az, hogy egy háromnapos vízkimaradás az súlyosan tudja károsítani a zöld falat, hiszen hidropóniáról beszélünk, tehát ez vízkultúrás rendszer csak, ami azt jelenti, hogy nincs benne föld, speciális textilekbe ültetjük be szabad gyökérrel a növényeket. Tehát lehet ebben, kérdezni? Igen. A speciális textil az mondjuk miben más, mint a teljesen egyszerű geotextília? Hát teljesen. Teljesen? A geotextilt azt látod kívülről, tehát az a külső rétege. Takaró, de ami mögötte van, az a szakmai titok. Az a szakmai titok. Menjünk tovább. És tehát, hogy van a fal. Megkapjuk ezt a három kiállást, tehát csatorna kiállás, vízkiállás, áramforrás. Ide építjük ki az automatikáját az öntöző rendszernek. Tehát van egy hátsó vízzáró rétegünk, ez az, ami megakadályozza, hogy a falhoz bárhova máshova kerül. De ez rá van kenve a fal, rajta van a falon, vagy van valamennyi a faltól? Van valamennyi a faltól, tehát ezt igazából egy fémfelépítményre felrakjuk ezeket a vízzáró lemezeket, erre rákerülnek a speciális textíliák, és a textíliák közé bekerülnek az öntözőcsövek, majd beültetünk. Egy pillanat, öntözőcsövek. Azokat hogy kell elkezdeni, mondjuk, mint a csepegtetőcsövet odakint a parkokban, vagy tehát itt lényegében végigöntözitek ilyen, mint hogy végig lenne pásztázva az egész, hogy nyugodtan egy ázzon át az egész, vagy pedig konkrétan a 800 növényhez, minden egyes 800-hoz megy egy külön kis csöpi gomba? Hát ez az, amit nem fogunk elmondani. Értem. Az öntözése az nehéz, de... Bocsánat, csak azért, mert hogyha ti nem fejlesztettetek ehhez külön öntöző rendszert... Nem, a meglévő anyagokat használjuk, amit a piacon el lehet érni, de nem mindegy, hogy hogy. Igen, tehát az a lényeg, hogy igen, beöntözzük a teljes falat, ügyesen kell megoldani azt, hogy és mindenhol azonos legyen a vízmennyiség. Igen, tehát hogy ez az, ami fontos, hogy mind a tetején, mind az alján, mindenhol mindig ugyanolyan mennyiségű víz legyen. És ez borzasztóan egyszerűen le lehet ellenőrizni, mert ha ti ezt nem így csinálnátok, akkor lényegében elrohadna az egész. Vagy igen. Rohadna, vagy száradna. Ez a két lehetőség. És ezért hatalmas a kockázat, tehát aki ebbe belevág, az, és mondjuk nem feltétlenül szakmabeli. Nyugodjatok meg, most arra már mindenkit elijesztettetek, aki valaha erre gondolt. Az azért számolhat azzal, hogy rendes növénycserékre. Akkor csak annyit, hogy a növényállományról egy picit, meg a szortimentről tulajdonképpen itt két öntözés között megvárjuk, míg a nem a növény, hanem a növény gyökerét körbeölelő szakmai titok, az teljes mértékben kiszáradjon? Tehát, hogy hiszen ugye gondolom nem vízi növények, meg nem tudom mi van benne, tehát hogy meg kell várni, míg két öntözés között kiszárad, hogy ne lépjen fel rothadás? Tehát ezt tudjátok szabályozni valamennyire? Tehát az anyag az leköveti a két öntözés közötti időszakot, tehát hogy fölveszi a növény, elfogy a víz a gyökérzetek körül, majd utána újra adjátok neki a vizet? Tökéletesen nem szárad ki a textília. Tehát ennek mindig nedvesnek is kell lenni, az nem jó, hogyha a szabad gyökér az kiszárad. Hát ugye nem szabad, hanem bele van, gondolom, nagyon szorosan érintkezik az olajba. Arra gondolom, Marci, nincsen rajta föl, tehát az ilyen nyers, csupasz gyökér, ami ebbe a textiliába begyökeresedik, ez nem száradhat ki kvázi soha, mert akkor az már rég rossz. Viszont nem is lehet túl vizes, és ezért speciális az, hogy egy ilyen öntözőt hogy építünk ki, illetve a... Közben ott tartottunk, hogy te mondod sorba igen, a faltól. Igen. Tehát alapvetően úgy is voltam, hogy megvolt a vízzárólemez. Már ültetünk. Igen, már ültetünk. Ami pedig, amit Kriszt az előbb mondott, hogy lesz, tehát hogy nincsen a növényen föld, leszedjük róla a földet, és úgy ültetjük be a textiliákba ezt a... Egy pillanat, tehát megveszitek a növényeket, amik földbe vannak beleültetve, leszeditek a földet, azt nyilván le kell mosni, gondolom. Igen. Ugye? Lemosátok. Te jó ég. És utána ezt beültetitek? Igen. Ez... És utána ez begyökeresedik. Igen. Erre van két hónap. Tehát, hogy azért fontos, hogy a zöld nem erre fal, van, hanem két hónap két alatt hónap ez alatt megtörténik. Ez megtörténik. Tehát két a begyökeresedés? Hónap, igen. Két hónap alatt történik meg az, hogy mi beültetjük a zöld falat, és a zöld fal begyökeresedik. Ez két hónap, és ebben a két hónapban derülnek ki a zöld falnak igazából a hibái, ha esetlegesen vannak. Ezt ügyesen ebben a két hónapban ki lehet küszöbölni, és utána két hónap múlva már egy tökéletesen működő rendszer. Egy beállt rendszer
kerül oda, ahová mi ezt az öltfalat építettük, ami egyébként már az esetek nagy százalékában ebből a megrendelő, ebből a két hónapból nem vesz észre semmit, csak mi tudjuk, hogy hopp, azzal még ott foglalkozni kell, meg az a kis rész. Tehát ilyenkor ezt én látom, cseréljük a növényeket de... automatikusan, illetve tisztítjuk a falat, tehát ami a két hónap utáni fenntartása egy ilyen zöldfalnak, az az, hogy figyelni kell folyamatosan, hogy a hűtés-fűtésnél például állítani kell az öntözőrendszeren, mert nem ugyanaz a tél, illetve a nyári időszak, illetve a száraz leveleket leszedjük a zöld falakról, mert ugye egy növényen egy száraz levél, az nem száraz levél, de amikor benne van 1000 növény, és mindegyiken van egy száraz levél, akkor az 1000 száraz levél, és akkor így folyamatosan tisztán tartjuk a falat, illetve időközönként tápanyagot adunk nekik, és... Ezt is nyilván ti szabályozzátok. Igen, mi az öntöző vízbe tisztítjuk, tisztítjuk igen, a leveleket, tehát leporoljuk őket, metszük őket, kordában tartjuk. Abban a fenntartási szerződésben akkor valahogy arra is felhívjátok a figyelmet, vagy adott esetben rögzítitek is, hogy itt milyen hőmérséklet pontosan lehet. Tehát most azért itt gondolok egy ilyen jó magyar szokásra, hogy mondjuk itt egy közintézménynél nem december fűtünk. 24-én gond nélkül így lekapcsolják a fűtést, és akkor így átfogy az egész iskola, vagy az akármi. Futottunk bele ilyenbe is, volt ilyenre példa. És megkérdezik, hogy miért nem élnek a növények januárban. Nem kérdezik meg, mert elmondjuk nekik előre, hogy akkor gond lesz. Na hát valahol azért észleltük azt, hogy igen, nincs az a fűtés. Főleg a, nem is a karácsonyi időszak, igen, van az az időszak, amikor mindenki elmegy karácsonykor karácsonyozni, akkor állítólag nem kell fűteni a tereket, de azért most már egy, mit tudom én, egy ilyen cég azért nem hagyja 15 fok alatt hagyni a hőmérsékletet, mert a saját maga áruja is tönkre megy tőle, ha 0 fokba lennének a... Mit hát itt van egy intervallum, igazából ilyen 17 és 25 fok között az optimális, tehát hogy addig jó, még a 15 az így úgy belefér. Igazából ami fontos, hogy ne legyen ilyen hirtelen hőmérséklet különbség, mert a növények azok olyanok igazából, mint az emberek, vagy mint az állatok, hogy igényeik vannak. Hogyha kirakjuk magunkat is a hidegbe, akkor mi is meg fogunk fázni, a növények is meg fognak fázni. Ha éhesek vagyunk, eszünk, ha betegek vagyunk, gyógyszert szednünk, tehát a növényeknek is ugyanígy szüksége van a gondoskodásra, és ezt biztosítjuk mi, és ezt figyeljük, hogy ez mindig megtörténjen. Alapvetően a mindenki által ismert szobanövény szortimenthez képest mennyire más fajok vagy fajták kerülnek be? Hát igyekszünk változatosak lenni, de azért szerintem a legtöbbet ezt tudtok ismerik. Mondani egy pár példát? Egy pár ismert példát, amit föl lehet használni zöld falba? Persze, hát a futókák például, a különböző filodendronokat föl lehet használni. Ez ugye a futókára, a skindapszuszra gondolok, annak nagyon sok fajtája van azoknak. Azok közül ezeket a magyar piacról szerzitek be? Vagy valamit kintről hoztak? Magyar piacról szerezzük be, de a magyar piac is a holland piacról. Világos, ugye a beltéri a növényeknek a piaca, az a holland virágpiacról megy szert Európába. Tehát minden kertészet, ahonnan mondjuk ezt megrendelnénk, vagy a virágpiac, mindenki Hollandiából, a tőzsdéről szedi össze a növényeket. És akkor mi leadunk így egy nagyobb rendelést a beszállítónak, és akkor ő intézi nekünk. Uh-huh. Akkor tulajdonképpen ez egy nagyon friss szakma, ugye? Igen. Szakmán belül egy szakma, aminek az elején, a megszületésénél ti akkor ott voltatok. Szigorúan név nélkül, de mi van a később csatlakozókkal, milyen történet, igazából a történetekre vagyok kíváncsi, hányan sikeresek, hányan voltak, akik belebuktak ebbe a dologba, nem tudtak saját rendszert felépíteni. Hogy néz ki maga ez a piac? Úgy néz ki, hogy mi itt már egyből az elején találkoztunk sok, tehát mivel kicsi volt ez a zöldfalas közösség, itt nagyjából gyorsan mindenki ki is derült, hogy ki foglalkozik ezzel, ki kicsoda, és jóba is lettünk nagyjából mindenkivel. Ugye van a szövetségünk is, az EOS, ami alá tartoznak az... Szországos. Jó, egy pillanat, az EOS, ugye ez a zöldtetők országos szövetség. Zöld homlokzat. Most már zöldtetők is. De hogy a zöldtetők, mint egyesület, vagy nem is tudom, a szövetség az volt régebben is, igen. És akkor ti bekopogtattatok, hogy a gyerekek itt a tetőn kívül van még az oldalfal is. Igen, ők kopogtattak, hogy ők nagyon örülnének neki, hogyha bővülhetnénk így együtt, és akkor több zöld falas. Mert egyébként főleg fiatalok csinálják ezt? Ezt jól gondolom? Nem, az pont az, igen, akkoriban nem, de egyébként átalakuló van a szövetség is, de ettől függetlenül sokan... Fiatalosodik. Igen, és tehát, hogy mindig vannak változások, és szeretnénk azt elérni, hogy a maga a EOS is, tehát maga a szövetség is egyre több újításban részt vegyen, egyre emberközelibb legyen, stb. Tehát, hogy
minél jobban ismertesse meg az emberekkel, hát meg a korral kvázi haladjon, tehát ők ezt nagyon jól látták, hogy ez egy új irány, és hogy ebbe össze lehet kapaszkodni, és akkor így összefogta a társaságot, ami nagyon-nagyon dicséretes és szép. Tulajdonképpen egy pár tucatnyi szereplőről beszélünk, hát igen, egyébként kevesebb, mint tucat, fél, de hogy tehát elég hamar találkoztunk, nagyjából egyébként egy időbe kezdtünk el pára mocorogni, és ők egyébként elég megbízható cégek is, akik később csatlakoztak ehhez az egészhez, mert hogy fú, de jó ez a zöld fal, és akkor most akkor megismertük, és ezt kell építeni. Ők azok, akik azért egy kicsit ilyen bizonytalanabb szereplők a piacon, tehát mi mindig azt szoktuk mondani a megrendelőinknek, hogy bármit lehet, menjen el és nézze meg a referenciákat, és azután döntsön, hogy kit választ és miért. Csak azért, mert az egyik olcsóbb, mint a másik, nem biztos, hogy jobban jár, mert kétszer annyit rá fog költeni, tehát olcsó húsnak íg a leve. Meddig élnek ezek a zöld falak? Fenntartás mellett örök életű. De kell valamikor cserélni, az a szövet az nem megy tönkre, nem használja el, nem szövi meg át a gyökér. Meg tudjuk oldani, hogy ez úgy legyen. A mi rendszerünk ugye teljesen más. A többitől is más, tehát mi egyediek vagyunk a piacon azzal, hogy nem használunk egyáltalán földet, ezáltal nem is zsebekbe ültetünk, hanem mi vágjuk meg ott a textileket, ahol akarjuk. A többi rendszer az egy zsebes előre levart rendszer, amiben föld van, és ettől egy raszteres rendszer alakul ki, tehát ott a földet esetleg pótolni kell, mert hogy ugye a vagy föld elfertőződik, kiforik, vagy pontosan. Igen, vagy pedig, hogy... illetve nem, tehát hogy a növénynek a növekedési is valamelyest gátol van attól, hogy ez egy kaspóban. De most gondolok erre a szobai futókára, azért ezek sem nőnek a végtelenség, de nőnek mondjuk, de hogy visszavágjátok őket egy idő után? Vagy? Természetesen egy idő után vissza is vágjuk, illetve ugye mivel, hogyha látsz egy szobai futókát, mondjuk a nagymamádnál, vagy otthon, hogyha ilyened van, akkor az elkezd nőni, leír a földig, stb., de egy gyökere van. Itt a zöld falon, ha ez elkezd mászni, akkor ugye ez ugyanúgy idézélbe tarackol, tehát valahová máshova elmegy, ott is kicsit gyökeret növeszt, megy tovább, tehát vagy az egész kibújik. Falat be tudja úgy, ahogy van szőni. A páfrányok pont ezt tudják csinálni egyébként, hogy amíg van otthon egy páfrány egy kaspóba, az szépen kijön, de vagyis hogy ott van egy páfrányod. De amikor ez zöld falba kerül be, az elkezd terjeszkedni, és egy csomó olyan helyen jelennek meg kisebb páfránycsomók, idővel, ahová én speciál soha nem tettem be, de ott megjelent, és szépen önmagát termeszti tehát tovább. Tehát az a különlegesség még a mi rendszerünkben, hogy nincsen határ, tehát mivel nincsenek zsebek, nincsenek kaspók, nincs levarva sehol, ezért az a növény, amit mi az egyik sarokba felültetünk, annak a gyökere a másik alsó sarokig is el tud akár menni. Tehát azzal tartjuk őket kordában, hogy metszük őket. Beszéljünk egy picit arról, hogy kikkel dolgoztok együtt, mert nyilván akkor nem ti ültetitek be azt a sok száz darab növényt. De. Igen? Szóval igazából a munkaerőhelyzetre szeretnék rákérdezni, meg a szakképzett munkaerőre, hiszen mondjuk itt fölvesztek valaki tájépítész, de őt jó eséllyel ugye ugyanúgy nem tanult ezt az egyetemen. Tehát a saját kollégáitok, saját magatok képzitek ki, vagy egész egyszerűen ilyen manufakturálisan csináljátok, mert azzal is abba bíztok. Manufakturálisan csináljuk. Hát igazából az van, hogy van egy lakatos brigádunk, ami ugye szükség. Hát az nem a tájépítés vonal. Nem a tájépítés vonal. Van egy öntözős kolléga, igen. Aki összeszereli nekünk, illetve közösen kiépítjük mind az öntözőrendszert, mind az ültetőközeget, és utána pedig jönnek a... Jövünk mi. Így ketten, vagy így hárman? Hát az első körben így ketten. Tehát gyakorlatilag az első pillanat a tervezéstől a kivitelezésen át a fenntartásig. Mert nem aludnátok nyugodtan, ha nem ti tennétek be egyesben? Amikor ugye elkezdtük, akkor mi tudtuk ezt csinálni. Aztán, ahogy így szépen növekedtünk, akkor igénybe vettünk segítségeket, de alapvetően mi voltunk azok, akiknek ugye meg kellett mondani, hogy mi hogy történjen, a lakatosoknál is, és az öntözősnél is, és azon kívül pedig az ültetésnél meghatározottan nekünk, tehát ne
nekünk volt meg a rutinunk az, hogy hogy nyúljunk hozzá, hát félnek a növényektől az emberek, hogy úristen, akkor ezt lehet vele csinálni, vagy nem lehet csinálni, vagy túl durva, vagy túl gyengéd, akkor azért az idő is ott van, hogy egyszer be kéne fejezni, tehát nem pöszmöghetünk ott heteket egy ilyen 40 négyzetméteres falnál, hogy beültessük, hanem egyébként arra... nagyjából mennyi dolgot készül az egy ilyen mű? Hát most már nagyon most jók már vagyunk. Gyorsak vagyunk, egy 10 négyzetmétert egy nap alatt, be nap alatt beültetünk, de ez 4 ember. Uh-huh. Tehát akkor mégis van ott valaki. Van. Kettő. Tehát, hogy amit a Kriszta mondott, hogy először, tehát, hogy az első 5-10 zöld falunkat, hát azt 20. ketten csináltunk, vagy 20 zöld falunkat, azt ketten csináltuk, ketten ültettük be. De akkor még nem volt évente annyi zöld falunk, mint jelenleg, tehát most elkezdtük, jön egy zöld fal, akkor azt már nem tudjuk csinálni, hogy mi ketten építünk meg minden zöld falat. Én ott vagyok minden zöld falnál, illetve a Krisztának az öccse, a Dávid, ő az, aki még sokat segít nekünk, és nagyon régóta velünk van, tehát, hogy tehát Dáviddal... Tehát családi... Igen. Szóval akkor a utcáról beesik valaki, akkor azt nyilván nem... Meg nem is akartok, vagy nem is tudtok ebben energiát beletenni. Nem, tehát, hogy nyilván ez az ilyen bizalmatlanok vagyunk valahol, és a kis know-how-nkat próbálnánk megvédeni, amit tudjuk, hogy bármikor kikerülhet. Mert ha tehetséges és ügyes, akkor attól féltek, hogy előbb-utóbb saját maga kezd ebbe bele. A bizalom is egyrészt ugye ott van, hogy akkor most belekezd, vagy nem kezd bele. Mi annyira össze vagyunk nőve agyilag, meg rendszerben, rutinban, hogy azért nekünk is megvannak a korlátaink olyan szempontból, hogy nagyon nehéz beengedni valakit ebbe, és akkor megosztani vele, nem mindent mit csinálni. Tehát amikor így egy cég elkezd nőni, és el kéne kezdeni delegálni a munkát, ez egy komoly feladat, tehát azt lelkileg is be kell érni, hogy képes legyél arra, hogy ki merd engedni a kezedből azt, amikor minden négyzetcentiméterhez közöd volt addig. De utána a felelősséget neked kell majd ért vállalni. Igen, hát igen. Hogy ne? Tehát, hogy ezért mondom, hogy így ebben nekünk mi mondjuk ilyen fejlődő állapotban vagyunk, főleg így egy éve, mióta megszületett a kisfiam, és a Marci a terepen áll helyt, én pedig az irodában próbálok helytállni, és így azért egyre inkább szükségünk van arra, hogy mi is elkezdjünk segítségeket igénybe venni, úgyhogy így egyre jobban bővülünk. Igen. Hál' Istennek sok megrendelésünk van, úgyhogy ezt meg is tudjuk oldani. Tehát én alapvetően attól nem félek, hogy valaki bejön az utcáról, kitanítom, és utána ő fog zöld falat építeni. Csinálja nyugodtan, lelke rajta, azért mi már elég sok zöld falat megépítettünk, elég nagy rutinunk van benne. Ahhoz, hogy ezt behozza, ahhoz idő kell. Bár hát nincs kizváló. Tegnap építettétek meg a 42. vagy 3. zöld falunkat. Beszélj picit arról, hogy barkácsáruházakban még nagyon sok helyen, most a interneten is lehet látni ilyen előre gyártott paneleket. Na már most akkor gondolhatja valaki, hogy ő ezt okosban megoldja. Többféle panel van, ezt elmondhatnátok, mert én nem igen. tudom, hogy egy hányféle, azt igen, látom, hogy többféle. Ezeket otthon valaki, még most még mindig beltéren vagyunk, felszerelgeti, és lesz működő zöld fala? Vagy mit hát tud ez? Aki növény szerelmes, és aki ebbe időt, energiát, és ugyancsak pénzt áldoz, az meg tudja, az egy szép falat létre tud ebből hozni. Nyilván itt mindig csak azt hiányzik belőle, amitől igazán élni tudna a fal. Tehát az egy dolog, hogy ott van a kaspó, amit össze lehet rakni egymás fölé alá. Még öntözni is lehet, mert valami ilyen szivattyús dolgot kitalálnak hozzá, csak éppen az ültető közeget nem adják oda. Na most, amit azért tudni kell, hogy az ember szeretne virágföldbe ültetni zöld falat, akkor az nem fog hosszú távon működni, hiszen a virágföldnek olyan tulajdonságai vannak, amik nem alkalmasak egy vertikális felületre. Hát még az 1000 font alatti olcsó virágföldben. Tehát, és akkor itt van, hogy az ember, hú, de jó, most akkor de jó, megcsinálom, megveszi szépen a betápozott tuti virágföldet, azzal beülteti a 30-50 növényét, és akkor fél egy év múlva meg ott van a gond. És ott tehát, van a karbantartás is. És ha nem tehát, öntözi hogy... rendesen, és kiszárad. Akkor azért ez nem a tömegetnek a... Nem, mert hát, alapvetően már azzal is problémája van nagyon sok embernek. Tehát én, akik odajönnek hozzám, hogy hoppá, ó, te kertész vagy, segíts már nekem, hogy mit csináljak ezzel a növénnyel. És azt látom, hogy az emberek, amit a 70%-uk egy dolgot nem tud,
nem a növénnyel bánni, öntözni nem tud. Nem tud öntözni. Tehát egy kaspóba mennyi vizet kell tölteni, milyen időközönte. Igazából ez a legnagyobb kérdés, és amikor van egy zöld falon egy vertikális felület, és azt látja valaki, hogy hoppá, jött egy barna levél, és amire én azt csinálom, hogy hopp, lekapom és dobom ki a szemétbe, nem érdekel. Pánik van. Az pánikol, ráönt fél liter vizet, és az alja kirohad, és abból az egy levélből 20 száraz levél lesz. Vagy fordítva, hogy nem csinál semmit. Menjünk át a kültériekre. Igen. Hányat, hol készítettetek, hol lehet ezeket látni a városban, illetve egy picikét arra, hogy magának a városképben milyen szerepet szántok ezeknek a függőleges zöld falaknak, és hogy egyáltalán Budapesten lehet ennek létjogosultsága, hiszen azért ott, ahol mondjuk Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában látunk hasonlókat, ott ugye, sokkal több a beton, sokkal jobban, olyanok, mint a közösségi kertek, hogy itt ugye a Hungária körútok kifelé már ugye kevésbé izgalmasak, de ott, ahol New Yorkban vagy akárhol van, ott ugye óriási betontömbök között. Hát New Yorkban sem nagyon vannak kültéri zöld falak. Nincsenek? És akkor nem, hol vannak? Nem, beltériek vannak főleg, és abból sincs sok. Inkább Ázsiában található nagyon sok kültéri növényfal, ugye ott a klíma az egyel kedvezőbb. Európában majdnem minden nagyvárosban van egy-egy ilyen kültéri növényfal. De a belvárosi részeken, nem? A belvárosi részeken, illetve Közép-Amerikában is abszolút, tehát a Dél-Amerikában, Mexikóban például nagyon kedvelik, azon kívül az északi országokban, Európában, ott azért ennek elég nagy hagyománya van legalábbis. És az itthoni klimatikus tényezőkhöz viszonyítva, hát hol látjátok ezeknek a helyét? Hiszen most gondoljátok egy déli falra, amit el kell sütni a napocska, igen, mondjuk júliusban reggel. Ez a nagyon nehéz. Este hétig süti, ott. Ez télen nagyon nehéz, is, ugye, amikor nem öntözünk. A magyar zöld, kültéri zöld fal van, hogy óriási nagy rizikófaktor. Nem is a rizikófaktor, az is van, de pont azért, mert nagyon szélsőséges, tehát a mínusz 20 fok télen és a plusz 45 fok nyáron, most egy kicsit túlzott. De most van annyi, hogy ott oda teszed a hőmérőt nyáron egy ilyen falhoz, ott még éjfélkor is sugárzik a hőtől. Igen, minden fekvés más, az északi, déli, nyugati, délnyugati, tehát bármelyik fekvés nézzük, mindenhol más jellegű kialakításra van szükség, más növényeket kell alkalmaznunk, úgy, ahogy egy kertben is van árnyéki, illetve félárnyéki napos növény, egy zöld falon belül is ezeket kell alkalmaznunk. Ezen felül, ha egy városi környezetre gondolunk, akkor azzal nem feltétlenül számolnak, hogy van a beárnyékolás. Ha hiába van egy déli homlokzatom, ha egyszer a szomszéd ház a felét letakarja, a fele utána meg ott van a tűző napon. Tehát ezeknek a falaknak a kialakítása az nagyon komoly tervezést igényel, illetve az öntözésüket is nagyon professzionálisan kéne megoldani, ami nyilván elég nagy költségű lenne. Ezért vannak itthon kültéri zöld, nagyon kevés kültéri zöld fal van, mert hogy elég magas a bekerülési költségük, illetve nekünk jelenleg kísérleteink vannak. Vannak kisebb kültéri zöld falaink, amik ilyen hát kis már teraszokon vannak. Hát már valami 5-6 éve működik, tehát azok jók. De itt ilyen betonbiztos növények vannak, mint hogy nem tudom, varjuhályak, vagy ilyesmi, vagy ilyen nem, komolyabb izgom? Nem, mert ugye azt se bejjék betonbiztos, mert arra megjönnek a madarak. Hát szóval, hogy aztán még a non plus ultrája, ez a rengeteg károkozó, ami így évről évre özönlik be az országba, tehát sose lehet tudni, hogy éppen melyik nem PC-znek ki. Igen, volt, tehát mi azt gondoljuk, hogy hú, de jó a buxus, amit már nem és lehet akkor ültetni. Így, tehát két nap alatt leeszik ezek a szeméthernyók. És Zalamennyében láttam olyan buxus táblát, hogy valaki puszpángokat tesz, tavaly volt, tehát egy évvel ezelőtt, és nem tegnap kezdte a buxus termesztést. És egy ilyen 1000 darabos állomány, tehát és egyszerűen levitte, máró holnapra. És ez, igen, de és azért, mert ez két, tehát tényleg egy-két nap alatt leeszi az egészet, és még a szakértő szem is nagyon ritkán látja meg, mert meg lehet előzni, ha észreveszed, de hát nagyon nehezen lehet észrevenni. De nem, ezeket kb. Hiába permetezett, tehát akkor ott állsz, hogy le kell permetezni a városba egy marha nagy falat, ami azért, hát igen. Mondjuk gáztermelő hatóanyaggal, tehát hogy ott nem, mondjuk, akkor... tudom én, jön egy gyapjas tetű, hát az ellen meg aztán tényleg ki tud védekezni, tehát beöntözni, folyamatosan öntözni bele a vegyszer, tehát hogy azért az... Ami egy vagyomba kerül. Igen, azért az egy nehéz kérdés.
Tehát, hogy itt azért fel kell kötni a gatyát kültéren, meg lehet oldani, nagyon oda kéne rá figyelni, illetve oda kell rá figyelni. Nekünk, tehát mi igazság szerint azért nem építettünk eddig még olyan igazi kültéri zöldfelet, mert senki nem fizette meg azt, amit mi szerettünk volna. Mi szeretnénk ezt úgy monitorozni, hogy tényleg érzékelőkkel bekötve kialakítani mind hő, mind víz, na, nedvesség szempontjából. Most csak belegondolok az itthoni zöldtetőkbe, meg azokra a helyekről, zöldtető, Dézsában van kint a városban növény, hogy azt a szintet nem tudjuk megugrani. Hát igen. Tehát nem? Hát igen. De ti hogy ilyen szemmel nézitek, akkor lehet látni, hogy meg a zöldtetőkön mekkorára nőnek, meg nem tudom, micsoda. Igen, azt a szintet, mert ott, úgyhogy egy méter föld van alatta, ott kiszárad, meg mit tudom én, micsoda. Hát azért, akkor mert, ez, azért, ez egy szuper intenzív történet. Mert a helyi, nem tudom, vagy megbízott kis fiúcska öntözi a növényeket, nem a gondolom. Neki, aki mondta, hogy ő beteg állományban persze, volt, azért nem öntözte el. Hát kb. De hát itt is az öntözés az, ami a legnagyobb persze. probléma, és nyáron ugye van, hogy naponta kell öntözni, télen meg nem feltétlenül, de egy déli homlokzatot, amit folyamatosan süt a nap, azt folyton kell öntözni. Na most a mágneszterep az elfagy, úgyhogy ennek is komolyan. Három, fel kell készülni. Három percünk maradt, úgyhogy másfél percben mindenki mondja el, hogy a következő mondjuk 5-8 éves távolatban, tehát most ugyanannyi, amennyi volt már mögöttetek ebben a szakmában, mik a tervetek, milyen szintet szeretnétek megugrani, milyen jövőbeni kilátások vannak, mert hogy azt látom rajtatok, hogy rendkívül innovatívak vagytok, és nyilván nem fog lekötni bennetek az, amiben eddig voltatok. Igen. Hát szeretnénk elsősorban tovább fejlődni. Szeretnénk nagyon szép nagy zöld falakat építeni mind kültére, mind beltére. Annak ellenére, hogy a kültéri falakkal kapcsolatban látjuk azokat a gondokat, amiket itthon nehéz megugrani, szeretnénk ezt a kihívást egyszer teljesíteni, mert azt gondoljuk, hogy van létjogosultsága, és ez mutat előre, illetve mindenféle ötleteink vannak, amiket szeretnénk megvalósítani a jövőbe, termékeink, kisebb, akár így házilag könnyebben elérhető működő rendszerek. Marci? Én szintén ugyanazt gondolom, amit a Kriszta, tehát én azt szeretném a további 5-8 évben, hogy legyen egy olyan működőképes és felvállalható kültéri zöldfal rendszer, ami nagyon jól működik, és én azt tudom arra mondani, hogy ez tökéletes, és teljes mértékben működik akár mekkora felületen. Közelítünk ehhez, de még nem tartunk itt. Ezt szeretném, hogy ez mindenképpen bekövetkezzen, illetve, hogy különböző dolgokat még ki tudjunk találni a zöld falak kapcsolatban. Tehát olyan kütyű terveink vannak, amik majd a közeljövőben akár már ki is jöhetnek, és nagyban fogja segíteni. Hogy a kerttervezés, kertépítés mondjuk 20-25 évvel ezelőtt egyértelműen mondjuk tényleg így a luxushoz tartozott, és ma már azért nagyon sok olyan technika van, meg különböző panelek lehetőségek, hogy egy átlag ember számára is elérhető legyen, hogy eljön majd az akkor, amikor tényleg valamilyen előre legyártott blokkok, vagy technológiák, vagy akármin keresztül emberek kezébe, tehát átlagember számára is elérhető lesz az, hogy mondjuk az otthoni házának a falára mondjuk egy külterületi, vagy egy külső zöld falat építsem? Szerintem eljön, hiszen ezt mi azt gondoljuk, hogy ez a jövő, tehát a vertikális kertek az a jövő építészetének, illetve már a jelen jövő építészetének az egyik legizgalmasabb eszköze, és mivel az embereknek egyre nagyobb igényük van a zöld iránt, főleg a városokban, ez idővel el fog jönni, ehhez fel kell nőni, ehhez teljesen más szemlélet kell, tehát nem úgy kell egy növényre nézni, mint egy szoborra vagy egy tárgyra, hogy megveszem és van, hanem igen, az él, és az egyszer szebb, egyszer kevésbé szép, ugyanúgy, mint a hajunk vagy a körmünk. Tehát, hogy fontos az, hogy változzon a szemlélet, és az, és a, és a, és az, hogy megengedőbbek legyünk a növényekkel szemben.